aki részt akar venni benne, az jöjjön előre, kérem, hogy fel kell állni. El is mondom mindjárt a szabályokat azoknak, akik nem ismernék. Kik azok, akik nem ismerik? Néhányan. Kik azok, akik ismerik? Ó, igen, igen. A lelkes visszatérő közönség. Tehát minden kvíz kérdésünkre 4 lehetséges válasz lesz, és amelyik válasz helyesnek tartjátok, ahhoz a betűhöz kell állni, mégpedig a segítőm az A betű, a B, hol a B? C és a D. Szerintem egy kicsit itt a balra menjél. Úgy, mert hogy majd jól elkülönülő sorokba kell állnotok, hogy lássuk, hogy ki melyik verzióra szavaz, és mindig csak ugye egy lesz helyes, és az adott fordulóban kiesik mindenki, aki rosszra válaszolt, azok maradnak bent, akik a jóra válaszoltak, és ők küzdenek meg a következő kérdésért, és egészen addig fogjuk ezt folytatni, amíg 4-nél kevesebben nem maradtok, és akkor apró ajándékokban részesülnek a nyertesek. No, hát akkor csak hogy nézzünk egy tesztet. Melyik szerintetek a kedvenc betűm ebből a 4-ből? Álljon be mindenki abba a sorba, amit jónak gondol. Így van, itt a D, itt a C, itt a B és itt az A. És akkor itt ugye egyértelművé kell tenni, hogy itt ti hol álltok. Ott az elválasztó vonalat a két csoport közt légy szíves, csináljátok meg a B és a C között. Jó. És a helyes válasz egyébként az A. Ezért András és Aheron néven nyilvánvalóan az A a kedvenc betűm. Úgyhogy, na akkor most lássuk az igazi versenyt kezdődjön. Kérném az első kérdést. Oké. Milyen állat volt Willy Fog a 80 nap alatt a Föld körül című animében? Nagyon könnyű kérdéssel állunk szembe. Nézzük a válasz lehetőségeket. A. Medve. B. Oroszlán. C. Farkas. D. Macska. No! Uha! Mindenki a B? Azt ugye tudjátok, hogyha mégse a B, akkor senki nem kap ajándékot ebbe a körbe, és ez egy nagyon szomorú dolog. Így jártunk. No jó, hát akkor lássuk a... Természetesen a helyes válasz a B. Úgyhogy ez csak egy bemelegítő kérdés volt. Nem esett ki sajnos senki, de még dolgozunk a problémán. Kérem a következő kérdést. Melyik megtörtént történelmi esemény adta az alapját a Hadashi no Gen című animének? Hasonlóan könnyű kérdéssel állunk szembe, ugye? Az opciók pedig... A. A Pearl Harbor csata. B. Hiroshima atomcsapása. C. Nagasaki atomcsapása. D. A Midway-i csata. Segítek, mindegyik a második világháború idején történt. No, hát A, B, C vagy D. Történelem leckéket is föl lehet eleveníteni. Ha valaki nem látta volna az animét. No. Itt hol a határ? Tehát ki az, aki itt az A-ra szavaz? Igen, ti pedig ott már a B-re akartok? Ti ott a B-re. Aha, még rendeződnek. Itt akkor itt van az elválasztó, van a jó. És ki az, aki itt a... Húha, ki az, aki B? És ki az, aki C? Na, ez hogy nem jó, az nem jó, tehát a B és a C az... Zöld, átmennél inkább az asztalnak a túloldalára, hogy a D-t eltávolítsuk. És akkor a C-t elhúzzuk ide, és akkor jobban elfér a B és a C. No, és akkor ti döntsétek el egyértelműen. Jó, aztán meg látom a határvonalat, úgyhogy lássuk a helyes választ. B. A B. Tehát az A, C, D-sek kiestek ebből a fordulóból, de ne menjetek túl messzire, mert lesz még forduló, és a B-sek pedig játékban maradnak. Jó, akkor most jön a következő kérdés. Milyen
játékot játszottak az Akari című anime mangában. Bevallom, én ezt bevallom, nem láttam. Se. Uha, mi is megbuknánk. Kivéve, hogy mi esetleg láttuk előre a helyes válaszokat. Szóval, mahjong, shogi, go és tenisz. Elárulom, ebből kettőt itt a mondókonon is ki lehet próbálni. No. Szóval, itt az A-hoz gyülekeznek emberek. Ti ott már nem játszotok? Akkor kicsit hátrébb. Senki nem akar a térre, senki nem gondolja, hogy teniszeznek. Van néhányan a C-nél, B, a B és az A közt a határ. Jó, megvan, akkor kérem a helyes választ. Ah, akkor mégiscsak a tömeg jól sejtette. A tömeg jól sejtette, akkor a B, C szavazók kiestek. És az A-ra szavazók, hogy gyertek egy kicsit be akkor ide középre. És kérjük a következő kérdés. Porco a Porco-Rosso című animében melyik ország légierejében szolgált? Nagyon könnyű kérdés, nagyon könnyű kérdés, persze ha ismeritek az animét, vagyis hogy... Osztrák Magyar Monarchia, Németország, Olaszország vagy Japán? No, rendeződjünk akkor. Gyorsan, gyorsan. Nos, A, B, C és D. Mindenki azt mondja, hogy Olaszország. Hát, jó, legyen. Legyen Olaszország. Elfogadjuk. Akkor nem sikerült ritkítani a népet. Huha, hát akkor húzzunk bele. Kérünk egy jó nehéz kérdést. Hogy hívták a medvék félelmetes vezérét az Ezüstnyíl című anime mangában? A. Vérmancs, B. Mennydörgő, Röt, C. Rötvadász, D. Álmatlan. Ezüstnyíl, az egy jó régi anime, nem? Az. Már akkor veterán dolognak számított, amikor én kezdtem az animézést. Mit szóljak? Lehet találni, hogy melyik évezredben volt az, bónusz kérdésként. No, azt mondja, hogy itt a Álmatlanra gyűlnek, vannak rőtvadász, mennydörgő és vérmancsra is. Még mozog a tömeg. No, akkor mindenki elhagyta a rőtvadászt? Húha, ha senki nem és mégis az, akkor szomorú lesz ez. Kérjük akkor a helyes választ. Álmatlan, az A csapat. Hányan vagytok? Hárman? D, ja, csak A betűt néztem. Jó, hülye vagyok. Nagyon jó, akkor még mindig elég sokan maradtak játékban. Ehhezett kérdés kell. Így van, kérjük a következő kérdést. Mely 2005-ös nyári animét ajánlott a Member az animés kerekasztalon? Aki itt volt? Azt könnyű, tudja választ. Könnyű, mindannyian figyeltetek. A. God Eater, B. Junjo Romantika 3, C. Rokkano Yusha, D. Charlotte. Na, melyik animét ajánlott a Member? És pontosabban nem ajánlotta, de a beszélgetésre ajánlotta, hogy beszéljünk róla. Húha, most összezavartunk mindenkit. No, tét a D-re? C, B, A. Mindenhol vannak tétek, mindenki befejezte a mozgást. Okay. Akkor kérjük a helyes választ. Junjo Romantika 3. Hányan vagytok? Öten? Innentől izgalmas a játék, öten vannak. No, kérjük, mindannyian itt voltatok az előző beszélgetésnél? Jól van. Csak tipp? Ó, micsoda szerencse. Tehát kérjük a kérdést. Ki írta a 2015-ös őszi szezonban induló Subete F. Ninaru The Perfect Insider című anime alapját adó regénysorozatot? Jó hosszú. A. Mishima Yukio, B. Dazai Osamu, C. Oshi Mamoru, D. Mori Hiroshi. Nos, az öt fő tegye meg tétjeit. Ez egy nehéz kérdés, tudom, de az anime kerekasztalon ez is elhangzott.
Húha! Azt ugye tudjátok, hogy... Vegyezzük! Ha nem ez a helyes, akkor senki nem nyer. Ennyi hosszú küzdés után... Lehet bölcsebb lenne szétoszlani a betűk közt? Arra ügyeljetek, hogy itt rendezők is vannak a listán, akik nem írók. Uha, extra szivatás. Na, valakit odébb lögdösnek. Meglátjuk, mi sül ki. Mi a helyes válasz? Senki nem nyert. Hát ez nagyon szomorú, De nem baj, még van időnk még egy nagy fordulóra, amire mindenki újra csatlakozhat hozzánk. Ezért kell mindig szétoszlani. Legalább egy valaki nyerjen. Figyeljetek az animekenek asztalon. Erre is, ezt a konklúziót is le lehet vonni. Mikor jelent meg Tezuka Osamu Blackjack nevű karaktere, akinek az előzmény története most kapott össze anime adaptációt? 1973, 74, 75, 76. Kíváncsi vagyok, ki az, aki élt már. Nem merek tippelni. No, itt nyúlik a D, a 76, 75, haladunk vissza az időbe, 74 és 73. Igen, itt a határt szedjétek szét, hogy lássuk. Senki nem akar a D-re, pedig ilyen feslegény reklámozza a táblát. És van nála banán is, amit a Dr. Who óta tudunk, hogy mindig kell egy lánod lennie. No, hát akkor kérjük a helyes választ. 1973. Ó, az A-nál gyűlő tömeg. Mindig az A a helyes. Kivéve, amikor nem. Nézzük! Melyik 2015-ös őszi animében csendülnek fel ténylegesen musical betétek? J.K., Meshi, High School Star Musical, Diabolic Lovers, More Blood, Dance with Devils. Biztos nagyon könnyű azoknak, akik itt voltak a beszélgetésen. Megindult a tömegáramlás. Elhagyják az A betűt. Szegény A. De még a B-t is sajnálom. A B-t nagyon sajnálom. Bereklámoztam a banánodat, azért jönnek ide. Ti itt a B-nél vagytok? Kitartóan a B-nél, D-nél. Páratlanokat kihagytuk. Csak a fiúk érdekelnek titeket. Hát akkor kérjük a helyes választ. Sweet Devils a helyes válasz. Az van kiírva? Igen. Akkor a D. Igen. Pedig minden trükköt bevetünk, hogy megszabaduljunk tőletek, de nem sikerül. Oké, akkor a következő kérdés. A The Last Naruto The Movie-ban milyen színű Hinata csakrája? Kék, narancs, zöld, lila. Te vagy a lila. Itt a zöld, ez az átverés. Narancs vagy kék? Erre a kérdésre még én sem tudnám a választ. Húha. C-re, hát ha megint becsaltuk, azt helyes válasznak. No, itt akkor T, te merre? D, C, A, B, megvan. Na, akkor kérjük a... És válasz? D, a lila. Továbbra is. D, ez egy nyerő szám. Így van. Jöhet akkor a következő kérdés. Mikor indult a Shingeki Kyojin Chugako című manga sorozat, ami a Shingeki no Kyojin mangát parodizálja? 2011, 13, 12 vagy 15. Ügyesek szerint. Meg
megint intenzív névvándorlás. Vándorolna. Senki nem gondolja, hogy 2012-ben lett volna? A cég kimarad. Na, azért valaki beállt a célre. Állál, senki? Szegényem. No jó, így gondoljátok, akkor kérjük a választ. 2012. Ó, és hárman vagytok? Akkor van nyertesünk, gratulálok. Yay! Van három nyertesünk. Választhatok könyvet, vagy ilyen apróságokat, vagy akár húzhatok is egyet ebből. Nos. No, egy régi science fiction regény, ha jól látom. Népszerűek. És akkor te? Mindenféle apróságok. Nagyon jó, nővérének egy nyeremény, ez az ideális. Hány kérdésnél járunk? Hány kérdés ment le? Akkor még, és idővel hogy állunk, belefér még egy 10 perc? Nálam is csak 37. Na, jó, akkor még egy nyerésig elmenjünk, vagy még egy kihullásig. Tehát, figyelem! Akkor nézzük a következőt. Mindenki kap még egy lehetőséget, hogy nyerjen. Milyen foglalkozást őz a Yamikin Ushijima-kun manga főszereplője? Van ilyen manga? Felszolgáló, uzsorás, hacker vagy szuperhős? Ez egy jó fogos kérdés. Nagyon megbolygott a tömeg. Itt, D. Itt a határ, hol látható? Most az állátom. Látható? Á, nem, jó. Most. Gyűlnik az ember, gyűlnek a tömeg. És itt hol a határ? Zöld, megint kiküldenélek téged oda, hogy a C egy kicsit idébb tűnjön. Így van, akkor menjed. A D ott van, a C itt, és akkor hadd lássam a C és a B közti határat. Ti itt mind C akartok lenni? Jó. Akkor kérem a helyes választ. Uzsorás. B. Marcinál volt az igazság. A B is nyert a Y-re. No, azért maradtak még versenyben embereink. Nézd. Kérem a kérdést. Melyik sorozat nem a mostani őszi szezonban indult? Gangsta, Shingeki Kyojin, Chugaku, Comment the Super, One Punch Man. Hát ezt úgy érzem, nagyon könnyűre szabtam ezt a kérdést. Aztán ha mindenki meghal, és ezzel lesz vége a tömegkvízlek, akkor téged teszünk felelőssé. Hoppá! Senki nem akar ide? Te még játékban vagy? Nagyon jó. És a C? Nagyon szomorú lenne, mert ez az utolsó játékunk. Ha nincs nyertes, akkor nincs nyertes. Hát? Nem akarnak. Akkor nézzük a helyes választ. Gangsta. És valóban a gangsta, a tömeghatás nyert. Kiestek egy-két ember, nem vagy ti, akkor még játékban vagytok a többiek. Legend of Galactic Heroes-ban ki volt Oscar von Reinhardt gyermekének az édesanyja. Aztán! Olvasd fel, légy szíves, ezt is. Elfried von Kochlrausch, Hildegard von Mariendorf, Susanna von Bennemünde, vagy Kateros von Kreutzer. Klasszikus anime. Jó nyelvtörő nevek. Igen, és arról híres, hogy azt hiszem több ezer nevesített szereplő szerepel benne. Igazi space opera. Én is tanultam újat. No. Alakul. Itt a C és a B közti határ, ott még mennek az emberek a D-hez. Akkor kérem a helyes választ, úgy lehet, ha megállapodtak. Elfried von Kohlrausch. No, hányan vagytok? Hatan? Heten? Tegye fel a kezét, aki ott volt. Hat. Nagyon jó. Izgalmas final face-offunkhoz közeledünk. Akkor az utolsó kérdés. Hát, hogy az utolsó előtt, ki tudja? Ja, igaz. Hol volt látható és kipróbálható az Attack on Titan The Real Exhibit nevű kalandpark? Wow! A
Comic Con, az Universal Studios Japan-nál, Harajuku-ban vagy Ikebukuro-ban? 6 ember, 4 válasz, 1 díj, vajon ki nyer ma? Na jó, nem csak egy díj van, de így jobban hangzott. Szerintem CD-nél is játszottok hátra, ezt én sem tudom. Várjunk, ki az, aki játékban van? Ki ez a 6 fő? Ez egyre több. Ez már, na, hatan voltatok. Hatan voltatok. Senki nem szavaz az arra. Várjál, most tegye fel a kezét, aki játékban van? Most becsülettel. Ez már 8. Ezek szaporodnak. Ezek szaporodnak. Lehet egy olyan jó kérdés. Na jó, nézzük. Úgyis mind vesz. Nem? Na jó, nem. B. Akkor még 4 játékban vannak, sőt. 5-en. Hát akkor mindenképp van egy kérdésünk. A friss őszi sorozatok, ez már volt egyszer szerintem. Nem. Melyik nem adaptáció, bocsánat. Az volt, hogy melyik nem most indult. Most ez melyik nem adaptáció. Melyik nem adaptáció. Lance and Masques, Utavereru Mono Itsuwari no Kamen, Dance with Devil, Subetega F. Ninaru, The Perfect Sider. Nos, 5 ember. 5. Melyik nem adaptáció. Mindegyikhez álljatok, ez az, szerint a D-hez is álljatok. Nagyon szomorú lesz úgy befejezni ezek után az izgalmak után, hogy senki nem kap semmit, most már nem folytatjuk tovább. Mi? Na, biztos így? Ez? Így gondoljátok? Hát akkor lássuk. Dance with Devils. Na, hát akkor van 2 győztesünk, gratulálok nektek. Gúnyolódjatok nyugodtan a többiekkel, akik kiestek, és választhatok egy-egy díjat magatoknak. És akkor következő rendezvényen is lesz majd tömegkvíz, ott találkozunk. Sziasztok!